Több mint 50 katolikus hívőt öltek meg Nigériában a pünkösd vasárnapi mise közben. A támadók vérfürdőt rendeztek az Ovovárosban található Szent Ferenc templomban. Nők és gyerekek is vannak a halottak között. Egyelőre egyetlen terrorcsoport sem vállalta magára. Nigériában a több mint 200 milliós lakosságot nagyjából fele-fele arányban alkotják a keresztények és a muszlimok. Az elmúlt években nőtt a keresztények elleni támadások száma. Eldobált ruhák és elhagyott cipők hevernek az óvói Szent Ferenc templom udvarán. A képek vasárnap készültek, nem sokkal azután, hogy a fegyveresek a pünkösdi szent mise közben berontottak a templomba és rátámadtak a hívőkre. A támadók egy része lövöldözni kezdett a hívőkre és bombákat robbantott. Társaik eközben kintről lőttek azokra, akik a templomból próbáltak elmenekülni. A gyerekeimmel voltam bent, megpróbáltam védeni őket. Bebújtunk a padok alá, de a lábam már nem fért el, azt el is találták, mondta az egyik túlélő. A fegyveresek ezután több hívőt erőszakkal elhurcoltak magukkal. Az első hírek szerint a pap is köztük volt, ezt azonban később az egyház cáfolta. A katolikus vezetőket felháborította a támadás. Megdöbbentő, hogy valaki azzal a szándékkal érkezzen, hogy mindenkit meggyilkol egy templomban. Ilyen szentségtelen tettet csak a gonosz követhet el, mondta az egyházmegye püspöke. A merényletet ördögi cselekedetnek nevezte a nigériai elnök. Sokan azonban éppen a második ciklusát töltő államfőt hibáztatják azért, hogy a több mint 200 milliós nyugat-afrikai országban megromlott a biztonsági helyzet. Az utóbbi időben rendszeressé váltak az iszlamisták által elkövetett terrortámadások Nigériában. Igaz, ezek a csoportok főleg az ország északi részein tevékenykednek. Közben sok a váltságdíjért elkövetett emberrablás is. Egy hete a nigériai metodista egyház fejét hurcolták el fegyveresek, őt több mint 86 millió forintnyi összeg fejében engedték csak el. Két hete pedig két katolikus papot raboltak el ismeretlenek, a sorsukról azóta sem tudni semmit. A mostani vérengzésben legalább 50-en meghaltak, köztük számos gyerek is. A város katolikus kórházában több tucatnyi sérültet láttak el, de az orvosok erőfeszítései ellenére sokakat már nem tudtak megmenteni. A keresztény ellenes pünkösdi merényletet egyelőre egyik terrorszervezet sem vállalta magára.